Az elmúlt hónapok érzelmileg és mentálisan is mélyen megterhelték a pedagógusokat, mostanra a diákokat és a szülőket is. A magyar oktatási rendszer soha nem látott válsággal küzd, 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Túlterheltek a tanárok és a diákok is. Az alacsony bérek és a méltatlan körülmények miatt pedig egyre kevésbé vonzó ez a pálya a fiatalok számára, és ezzel nem is soroltam fel minden problémát. Jó estét kívánok, Orosz Györgyi vagyok. Azt már bő egy éve tapasztaljuk a Hősök Tere alapítványi iskolai programjaiban, hogy a pedagógusok egyre frusztráltabbak. Azt viszont csak az utóbbi hónapokban, hogy lelkileg és mentálisan mennyire mélyen megviseltek. És most általánosítok, elnézést kérek azoktól, akik másképp érzik magukat. Ezen az estén mentális és lelki kapaszkodókat szeretnénk adni. Azt keressük, hogy mit tehetünk mi mindannyian, szülők, tanárok, diákok és egyáltalán csak úgy emberek ebben a helyzetben egymásért. Hogyan támogassuk jól lelkileg a pedagógusokat, hogyan támogassuk a gyerekeinket, mit mondjunk vagy mit nem mondjunk nekik. Mit tegyünk a diákokért, a tanárokért és a szülőkért egyénileg és közösen, és egyébként magunkért, meg az oktatásért, meg a mi jövőnkért, a közös jövőnkért. De az oktatási rendszerrel kapcsolatos lehetőségeket, bár nagy a kísértés, de nem ebben a szalomban fogjuk megvitatni. Arra szeretnék majd egy külön beszélgetést szervezni. Mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, fel akarom hívni a figyelmeteket a Hősök Tere Alapítvány egy nagyon fontos programjára, a Jár az Ötös programra, amelyben ingyen coachingot biztosítunk pedagógusok számára országszerte legalább a jövő nyárig, de szükség szerint akár utána is. Ezt a Flow Alapítvánnyal együttműködve az ő szakmai támogatásukkal tesszük, és köszönjük is nekik. Úgyhogy, ha pedagógus vagy, és úgy érzed, hogy jó lenne, ha valaki meghallgatna, kellene egy kis lelki támogatás, vagy jól jönne egy másik nézőpont, ahonnan ráláthatsz a saját helyzetedre, akkor jelentkezz a Hősök Tere Alapítvány weboldalán. Mi itt vagyunk, várunk rád, és segítünk. Mert abban hiszünk, hogy ti, a pedagógusok, nagy hatással vagytok a gyerekeinkre. Többek között a felelős viselkedés kialakítására is. Ezért indítottuk el ezt a programot. És azért, mert meg akarunk becsülni, és segíteni akarunk titeket. A vendégeim ma este Orvos Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus. Szia, Noémi! Szervusz, sziasztok! Szekeres Hanna, szociálpszichológus kutató, az ELTE PPKA Egyetemi Adjunktusa. Szia, Hanna! Sziasztok! És ez Valéria Vali, magyar történelem szakos pedagógus, a budapesti Eötvös József Gimnázium igazgatóhelyettese. Szia, Vali! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! És Szentgyörgyi Szilárd, szülő, akinek a gyerekei a Veszprémi Lovasi László Gimnázium diákjai. Szia, Szilárd! Szia, Györgyi, üdvözlök mindenkit, jó estét! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és jó estét mindenkinek! Ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy mit, hogyan tehetünk, szükséges lesz megértenünk bizonyos pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatokat, de nem akarunk leragadni a helyzet elemzésénél. Kapaszkodókat, praktikus ötleteket szeretnénk adni ahhoz, amit megtehetünk. Úgyhogy kezdjük is a beszélgetést, és Vali, ha nem bánod, akkor téged először szeretnélek megszólítani, hogy hogy érzed magad, hogy vagy most. Köszönöm szépen. Nagyon összetett és bonyolult ez a dolog. Alapvetően nagyon fáradtan. Tehát nagyon-nagyon vártuk, és én személyesen is nagyon vártam, hogy eljöjjön ez a karácsony előtt, illetve téli szünetes időszak. Nagyon megviselt bennünket ez az utóbbi két hónap az én iskolámban. Nagyon kilátástalan állapotban is érzem magamat, nem nagyon látok pillanatnyilag utakat, kapaszkodókat, hogy merre kellene nekem indulni, illetve hogy ennyi év tapasztalat, ennyi év tanítás után mi az, amit én tudnék segítségként adni azoknak a kollégáimnak, akiknek még nincs ennyi minden a hátuk mögött. Nem nagyon van várakozás bennem, sajnos. Nagyon ilyen nehéz most a mindenfajta hangulat, amikor az iskolára, meg a saját helyzetemre az iskolában gondolok. Ha nincs benned, vagy nem nagyon van benned várakozás, ezt hogy érted? Úgy gondoltam hosszú ideig, ugye azt mondtad, hogy ez az utóbbi éveknek a története, de ez nagyon sok év története már, csak az utóbbi években kezdett el ez ennyire láthatóvá válni, vagy látszani, és az csak az utóbbi években
vettük mi is pedagógusok magunknak azt a hát nem is tudom, hogy ez bátorság volt, vagy egyszerűen elszánás, inkább nem is bátorság, elszánást, hogy elkezdjük megjeleníteni a különböző közösségek számára azt, amit mi gondolunk az iskola helyzetéről, a közoktatás helyzetéről. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. És nagyon sokáig, még tulajdonképpen a tavalyi tanévnek a végéig is volt bennem egy olyan várakozás, hogy ezek a megszólalások, ez az egyre transzparensebbé váló megnyilvánulása a tanártársadalomnak, ez eljut addig a pontig, hogy elindulhat egy valós kommunikáció, egy valós párbeszéd az oktatás irányítói és az oktatásban résztvevők között. És az utóbbi hónapok, november, december, de már október is ezt a várakozást, illetve ezt a reményt vette el tőlem most pillanatnyilag, tehát nem látom azt, hogy erre bármilyen módon sor kerülne. Köszönöm, hogy elmondtad. Mindjárt megszólítom a többieket is, de itt van velünk Fejes Martínez Krisztina, aki a Hősök Tere Alapítvány Hősiskola programjának a vezetője, és évek óta tart iskolai programokat tanároknak, diákoknak is, és hát van tapasztalásunk. Elmondod, Kriszta, hogy te mit tapasztalsz? Igen, jó estét, sziasztok mindenkinek. Hát én nagyon összerezonálnék Valival, mert mi is nagyon hasonló dolgokat tapasztaltunk az iskolákban. Egyetértek egyértelműen azzal, hogy ez egy hosszú évek óta tartó folyamat, amire jött a COVID, utána az ukrán háború, az előző tanév végén érezhető volt már nagyon a fáradtság a tanártársadalmon, legalábbis azokon, akikkel találkoztunk, és ami számunkra egy ilyen felkiáltójá volt, az augusztus végi tréningeken tapasztaltak, amikor azt láttuk, hogy az év kezde, ami egy ilyen kipihent, egy picit feltöltöttebb időszak lenne elvileg a tanárok és a diákok számára. Ez egy ilyen nagyon... Szóval nem történt meg ez a pihentség. Ha nagyon röviden szeretném megfogalmazni, pirosban van a mutató a tanároknál. Érezhető ez most már az iskolákban, a diákokon is egyébként. És hát ez természetesen számunkra olaj a tűzre, hogy itt legyünk és segítsünk, hiszen a Hősök Tere alapítása óta a tanárokat támogatja, de tényleg ezt tapasztaljuk, hogy nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak most a tanárok. Hozzá kell tennem, hogy nagyon komoly munka folyik a végeken. Kisfalukban ott vagyunk, vidéki nagyvárosokban ott vagyunk, nagyon komoly munka zajlik, és én biztos vagyok benne, ez az én személyes véleményem, hogy ez az oktatási rendszer már összeomlott volna, hogyha nem tartanák maguk fölött a pedagógusok. Visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Szilárd, nálad mikor szakadt el a cérna, és miért? Hát ez a cérna, ez már elég szakadozott volt az elmúlt időszakban. Már abban az időszakban is, amikor a gyermekeim még egy-két éve általános iskolába jártak. Akkoriban is rendszeresen tapasztaltuk egyrészt a tanároknak a leterheltségét, túlterheltségét. Ez most a középiskolás éveikben sincsen igazán másképp. Emellett nagyon lehetett látni azt, hogy az iskola gyakorlatilag képtelen a fenntartójával, az oktatás, a hétköznapokban szükséges feltételeknek, akár csak fizikai feltételeknek a biztosítását elérni. Sokszor képtelnek voltak a kieső, kimaradó, távozó tanárok pótlására. Olyan extrém esetek is fordultak elő az iskolájukban a gyerekeimnek, ami országos média figyelmet is felkeltett, mert ha jól emlékszem, az RTL-nek a forgatócsoportja járt ki az általános iskolájukba, ahol a rendszeres beázások következményeként a konnektorokból, meg a lámpákból, meg a kapcsolókból folyt az esővíz. Az, hogy ez életveszélyes, azt úgy oldották meg, hogy vödröt tettek a lámpák alá. Amikor az alsó tagozatos gyerekeknek megfelelő magasságú székeket
asztalokat, padokat kellett venni, akkor ezt erre visszakérdezett a fenntartó, hogy ez feltétlenül szükséges. És az iskola korábbi vezetői azt gondolták, hogy jó ötlet ezt úgy megoldani, hogy a szülői munkaközösség által szervezett rendezvényekből befolyt bevételeket kvázi erre fordítják, ahelyett, hogy a fenntartóból igyekeztek volna kiszorítani ezt a dolgot. Nyilván ott is már lehetett látni a belefáradásnak a jeleit. Úgyhogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mind az oktatásnak a személyi szakmai feltételeinek, mind pedig a tárgyi fizikai feltételeinek a biztosítása az gyakorlatilag nem volt megoldott már évekkel ezelőtt sem, és azt gondolom, hogy azóta csak folyamatosan romlott a helyzet. Úgyhogy az első pillanattól kezdve most, amikor ebben az évben elindultak a különböző tiltakozások, akkor eltökélt szándékom volt az, hogy ebben amennyire lehet tőlem telhetően én is részt vegyek majd. És ezek szerint te egy darabig tűrted, azt, vagy más is nyilván, hogy az van, ami van, hogy ömlik a lámpából a víz, és most szeptemberben jött ez el az a pont, amikor elkezdtél te is szülőként? Nem teljes egészében. Én korábban igyekeztem mindig szóvá tenni ezeket a problémákat. Sikerült azt is elérnem, hogy egy alkalommal szerény személyem miatt az iskola igazgatója, intézmény vezetője, bocsánat, szülői értekezletet hívott össze az osztályban, mert azt mertem kérdezni, hogy tényleg az-e a legjobb ötlet, hogyha a szülői munkaközösség által összegyűjtött pénzből az oktatás fizikai feltételeinek a biztosítását próbáljuk megtenni, ahelyett, hogy mondjuk minden szülő a saját helyi képviselőjét piszkálná meg egy kicsit azért, hogy a tankerületnek a nyakára menjenek és kiszorítsák azt, hogy a tankerület igenis biztosítsa azt, ami egyébként a dolga lenne, az oktatás minden körülményét az iskolákban. Számos szülőtárs támogatott ebben, nyilván nem mindenki, nem kell, hogy mindenki egyetértsen, tehát én amennyire lehetett, amennyire korábban, amikor ilyen ügyekkel találkoztam, én ezeket igyekeztem szóvá tenni. Volt, aminek volt foganatja, volt, aminek kevésbé. Ennek kvázi folytatásaként csatlakoztam be most az őszi fél évben elinduló tüntetésekbe, élő láncokba, egyebekbe. Köszi nagyon. Noémi, az, ami most történik a pedagógusokkal, diákokkal, szülőkkel, meg egyébként velünk, csak velük még akik érintettek, mélyebben érintettek, ezt úgy hívjuk, hogy trauma? Vagy hogyan kell ezt a pszichológus szempontból? Ezeket sorozatos kríziseknek hívjuk, amik, hogyha nem oldódnak meg, hogyha az egyén vagy a közösség nem találja meg a kivezető utat, akkor ezek traumává tudnak mélyülni. Ahogy amiről ugye itt már korábban elhangzott, hogy mindaz, ami történik, annak volt előzménye egyébként magán az oktatási rendszeren belül is, és egyébként is az életünkben ugye itt az egyik olyan soha nem, el nem gondolt krízis, akár már traumává növő helyzet is megelőzte ezt az egészet, mint például a COVID, ami azt gondolom, hogy egy nagyon rossz mentális állapotban érte az embereket. Az sem került még feldolgozásra, ott rengeteg olyan egyéni veszteség történt, ami még lóg a levegőben, amivel még nem sikerült megbirkózni, amit nem lehetett helyre tenni. És az egyéni tragédiákon túl megtörtént az is, hogy a rendszerbe vetett hit is nagyon komolyan megingott az egészségügyi rendszerbe, hogy ha bemegyek egy kórházba, akkor ott biztonságban vagyok, akkor ott segítséget fogok kapni, akkor ott az én hozzátartozom az jó kezekben van. Ez nagyon-nagyon sok esetben felülíródott negatívan, és ez sem volt még feldolgozva, amikor ugye kumulálódott itt ez a helyzet, illetve jött az ukrán orosz háború, ami szintén egy olyan
mélyen megrendítő esemény, ami rengeteg fel nem dolgozott, akár transgenerációs sebet szakított fel. Az ember alapvetően egy biztonságra törekvő lény, és hogyha azt tapasztalja, hogy a körülötte lévő világban azok a megszokott kapaszkodók elvesznek, hogy a biztonság érzete alapjaiban megrendül, akkor értelemszerűen a korábban feldolgozatlan fájdalmak, veszteségek, traumák, azok aktiválódnak. Illetve itt a specifikusan az oktatásügyre kitérve, ugye az embernek van egy elképzelése arról, hogy a rendszerek hogyan működnek, ott például mi az útvonala annak, hogy mondjuk a véleményemet, problémámat én azt hangoztassam, vagy arra kérjek segítséget. És amikor rendszeresen és sorozatosan és folytatólagosan, akár hosszú éveken keresztül azt tapasztalom, hogy nincs hangom, hogy a hangomat senki nem hallja meg, az kialakítja egy idő után a tanult tehetetlenség állapotát. Kicsit olyanná válik az ember, ahogy Vali mondta, hogy ugye nincs benne várakozás, és nincs reménykedés. A reménykedés és várakozás nélküli ember a tanult tehetetlenség állapotába elveszítette minden motivációját, és még akkor sem képes már egy idő után cselekedni, amikor mondjuk felvillanna a remény számára. De olyanok vagyunk ilyenkor már, mint a kísérleti patkányok, akik megkapják az áramütést, ám de nem tudnak a ketrecből menekülni. És egy idő után, amikor ezt megtanulják, hogy nincs menekvés, akkor már akkor sem menekülnek, amikor kinyílik a ketrecnek az ajtaja, és el tudnának iszkolni, menekülni a szenvedés elől. Ennek a tanult tehetetlenségnek van egy fontos, és Hanna, hadd vonjalak be téged is a beszélgetésbe, meg hadd kérjem a többieket is, hogy beszélgessünk, és ne csak, hogy nyugodtan közben lehet vágni másoknak is. De azt hiszem, ennek azért van egy fontos jellemzője a tanult tehetetlenségnek, hogy akkor válik azzá, hogyha kiszámíthatatlan időben, módon, helyzetben jön a csapás. Amikor nem tudom, hogy hát nem minden hétfőn reggel, mert akkor fel tudnék készülni rá. Ezt jól tudjuk, Hanna? Vagy jól értem? Én azt inkább arra reagálnék, ha nem baj, és aztán ide visszakanyarodhatunk, hogy szerintem nagyon el kell különíteni azoknak a pszichológiáját, akik mondjuk nagyon aktívan részt vesznek ebben a küzdelemben, azoktól az emberektől, akik nem vesznek igazán aktívan részt. Szerintem, akik nem aktív résztvevők, most hívjuk így, de úgymond áldozatai, vagy valahogy érintettek a helyzetben, ők náluk előfordul egy ilyen rendszerigazás, amit részben a Noém is említett, hogy igazából nem tesz, vagy nem akar, vagy nem más semmit se tenni, és ezért inkább elkezdi igazolni azt, hogy ez a fennálló rendszer nem is olyan rossz, nem is olyan borzasztó, rosszabb is lehetne igazából a helyzet, vagy ki vagyok én, hogy ehhez egyébként bármiben is hozzá tudnék járulni ahhoz, hogy ez jobb legyen, és igazából ezek az ilyen gondolatok, meg ahogy a Noémi is mondta, hogy a stabilitásra törekednek az emberek, de pont azért, mert stabilitásra törekednek, ez sajnos nem objektív stabilitás jelent nagyon sokszor, hanem szubjektív stabilitás, tehát hogy egyszerűen motiváltak abban, hogy úgy lássák a világot, hogy az mondjuk kiszámítható, vagy nem nagyon szeretnék ezt nagyon megrezgetni ezt a világképet. Szerintem ez azt is magyarázza, hogy miért van, hogy egy csomó nem csinálnak semmit, pedig érintettek ebben. Ez egy megküzdési stratégia, tehát itt nem értékítéletekről van szó, egy teljesen átlagos megküzdési stratégia, hogy ugye az élet stresszorait, vagy a stresszeket az életben néha nem úgy küzdünk meg, hogy akkor neki megyünk egyenesen, és akkor belevágunk, és akkor teszünk valamit, hanem hogy megpróbáljuk valamilyen módon racionalizálni, hogy ez végülis miért van rendben így. És ők náluk pedig szerintem nyilván hosszú távon kialakulhat ilyen traumatikus élmény, de valójában ha fokozatosan történik a helyzet, ami szerintem a mostani magyar közéletre nagyon jellemző, hogy igazából nem egyik napra lesz sokkal rosszabb, tehát nem katasztrófák történnek úgymond konkrétan, hanem nagyon fokozatosan vannak az emberek az egyre rosszabb helyzethez hozzászoktatva, és ezért pont nagyon sokan meg tudnak ezzel ilyen fokozatosan küzdeni.
Tehát ez más, mint azok, akik aktívan részt vennek benne, és ott egyetértek, hogy szerintem... Azt, bocsánat, azt úgy érted, hogy el tudják fogadni a helyzetet? Igen, hát valójában elfogadják, vagy azt mondják, hogy jó, hát máshol se jobb, vagy máskor se volt már jobb, hát régen is ilyen volt, már amúgy is mit lehet tenni, ilyen a világ, tehát, hogy ilyenféle narratívákba kapaszkodnak szerintem. Tehát lehet, hogy az elfogadás, néhányan elfogadják, néhányan meg talán az elfogadás erős lenne, de valami ilyesmi narratívákat kreálnak. Azok viszont, akik aktívan részt vesznek, ott abszolút egyetértek, hogy a reménytelenség, amit Valéri is említett, a kilátástalanság, az ugye az, ami aztán pszichológiai, mondjuk kiégés, tehát kiégéshez vezetett, vagy ilyesmi. Ugyanakkor szerintem azért érdekes megfigyelni azt, hogy van azért valami energizáló érzés abban is, amikor az ember kiáll magáért és a társadalomért. Tehát amikor felelősséget vállalunk, én azért azt érzem, de hát nyilván ez nem vagyok tanár, és nem vagyok szülő, és nem vagyok diák, de azt érzem, hogy azért látok egy energiát, egy olyan pszichológiailag, és szerintem nagyon ösztönző és nagyon motiváló jelenséget, hogy az ember úgy kiáll tényleg magáért, ez valamiféle pozitívumot is ad pszichológiailag is az embernek. Ugyanúgy ugye a dű az mindig ilyen negatívan jelenik meg, negatívan szoktuk kezelni, de igazából a dű az egy nagyon mobilizáló érzelem, tehát ez kiviszi az embereket az utcára, az segít abban, hogy te kiállj magadért, és igazából egy csomó olyan negatív érzelem van, ami így a jelen sokszor pillanatokban nagyon, nagyon pozitív is tud lenni, empowerment, ugye ez a megerősítés, ez szerintem nincs jó szó rá annyira magyarul, de ugyanakkor ez nagyon hosszú távon megy, nincs rá rendes válaszreakció, és nem történik rendes választás, akkor ezek a negatív érzelmek, meg pszichológiai problémás érzéseket, vagy problémás helyzetekbe sodorhatják az embereket. Nem, ja, igen, parancsolj, Noémi. Igen, annyit szeretnék meg ehhez hozzáfűzni, amit a Hanna elmondott, hogy valóban egészen más, hogy élik meg ugye az aktívan fellépő emberek, és azok, akik így elfordítják a tekintetüket, vagy azt mondják, racionalizálják a helyzetet, és mindenféle magyarázatot gyártanak. De az nagyon fontos dolog, hogy aki látszólag megküzd ezzel a helyzettel ilyen formában, hogy engem ez nem érdekel, úgyse tudunk mit csinálni, mindig is ilyen volt a helyzet, szóval, hogy az nem azt jelenti, hogy ő jól van. Szóval, hogy a pszichés jólléte ezeknek az embereknek is jelentősen sérül, ugyanis van egy olyan fontos, tehát hogy a humán erények közé tartozó szolidaritást, hogyha azt nem gyakorlod, teljesen mindegy, hogy hogyan magyarázod ezt meg magadnak, de valahol a lelke mélyén azt mindenki érzi, hogy itt valakik valamit csinálnak, én pedig azt mondom, hogy nem állok be közéjük, nem gondolkodom úgy, hogy mi egyek vagyunk, és lehet, hogy az a probléma engem már nem érint, mert nem tudom, én nincs iskolás gyerekem, nem vagyok tanár, nem tudom én, de mégis valahogy, hogy a közösség, mint olyan, annak bármelyik szegmensében, hogyha valami igazságtalanság történik, vagy úgy érzik, hogy is kiállnak a saját jogaikért, a saját igazokért, hogyha oda nem tudok valami fajta empátiával odafordulni, az engem is mérgez, tehát, hogy belőlem is elvesz. Lehet, hogy nem megy fel a pulzusom annyira, mint annak, aki mondjuk, nem tudom, én a 427. levelet írja, hogy kérem szépen, ne folyjon már abból a nyavajás kapcsolóból a víz, de hogy mégis a humán értékek sérülnek benne, és ez az ő pszichés jólétét is negatívan befolyásolja. És azt azért látjuk, hogy azokban a társadalmakban a leghosszabb mondjuk az élettartam, az egyén élettartam, és általában az élettartam, ahol van szolidaritás, ahol nincsen, hogy bizony minden egyes tag sérül, és konkrétan az élettartamat negatívan befolyásolja. Én ezzel teljesen egyetértek, és szerintem ez egy nagyon jó pont, és pont ezért van, hogy akik kiállnak magukért, azok
kapnak valami pozitívumot is pszichológiailag, és akik nem állnak ki magukért, mert én még csak nem is a szolidaritásról beszélnek, hanem olyan emberek, akik maguk is érintettek, és azért valójában, mint az oktatás közügy, valójában mindannyian érintettek vagyunk. Tehát, hogy még aki érintett is, és nem áll ki úgymond saját magáért, vagy a családjáért, vagy bárki, megfizeti előbb-utóbb az árát. Ugye van is egy ilyen, hogy a tehát ez az önhazugság, vagy ezek a magamnak való hazudás, ez egy idő után, ez valahogy vissza fog ütni, tehát hogy ezzel teljes mértékben egyetértek. És akkor hadd említsek még két történetet, ha nem bánjátok, és egy kérdés hozzá. Az egyiket villamoson hallottam, hogy mesélte egy hölgy, hogy egy pedagógus ismerősének a járandóságát, szóval gondolom nem tudom, hogy a munkabérét, vagy... munkabére, abból elvontak 40%-ot, mert részt vett egy tüntetésen. Ez vidéken történt. És az illető semmit nem csinált. Már azon kívül, hogy elmondta a barátainak. Ezt hallottam. Tehát, hogy nem mert kiállni, vagy nem mert valamit megtenni, és elfogadta ezt a stabilizálandó, vagy ezt a stabil helyzetet. Neki ez volt ezek szerint a megküzdési stratégiája. A másik történet pedig ismerősöm mesélte, hogy van egy kisiskoláskorú gyermeke, és az iskola, ahova ő a gyereke jár, ott a pedagógusok nem álltak ki magukért, meg másokért. És megkérdezte a szülő, hogy ők miért nem, és akkor azt mondták, hogy mert nekik így tulajdonképpen így az iskola el van látva, és nincs erre szükségük. És itt kettő probléma is van, hogy egyrészt a pedagógus sem állt ki, másrészt a szülő sem volt így motivált, és igazolást kapott ő is arra, hogy tulajdonképpen neki ezzel nincsen dolga. És az egészben a félelem nem játszik be? Vagy ez egy ilyen furcsa kérdés, talán inkább azt kérdezem, hogy hogyan játszik be a félelem? Mert azért ez is egy ilyen alapfogalom talán, ami fontos lehet. Nem tudom, hogy a félelem az ezekben az esetekben, amiket most említettél konkrét esetekben, hogyan játszik be. A másodikról tudnám azt elmondani, tehát amikor egy vidéki iskola, ahol az önkormányzat esetleg segít abban, vagy a tankerület is másként működik, és megtörténnek olyan dolgok a közeli múltban, amelyek esetleg hosszú évekig várattak magukra, tehát egy kicsit jobbak lesznek a munkakörülmények, kifestik az épületet, kifestik a tantermeket, esetleg új padokat kapnak, vagy új tanulóasztalokat kapnak. Ez valóban egy olyan munkakörülmény javulást okozhat, ahol ez a mondat, hogy azért nem állunk ki, mert tulajdonképpen nekünk nagyon sok minden olyan történt az iskolánkkal az elmúlt időszakban, ami pozitív volt. Szerintem ez egy őszinte mondat, tehát hogy én nem érzek el mögött félelmet, vagy bármiféle dolgot, és azért nagyon jó, hogy ezt mondod, mert az is nagyon fontos ezzel az egész történettel, a közoktatás helyzetével kapcsolatban, hogy borzasztóan sokszínű és sokrétű az, amiért különböző helyekkel dolgozó közösségek, tantestületek, iskolák felállnak, megállnak, kilépnek, nem lépnek ki. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolultan strukturált rendszer, és nem mindenütt ugyanazok a célok. Ez is egy nagyon nagy problémája szerintem ennek az időszaknak, hogy senki nincs azzal tisztában, mi magunk tanárok sem, mert ugye élünk a magunk kis buborékjaiban, és legfeljebb akkor látunk ki belőle, hogyha vagy nagyon tudatosan kapcsolatokat keresünk más intézményekkel, vagy esetleg a családunkban olyan helyzet van, hogy nagyon sok iskola életébe beleláthatunk, akik egy-egy ilyen intézményben dolgozunk. Szóval, hogy nem nagyon látjuk ezt mi sem, hogy mennyire összetett a problematika, és egyáltalán a fenntartóink, meg az oktatás politika, meg a közoktatásnak a vezetői, meg nem is foglalkoznak azzal, hogy mennyire összetett és bonyolult ez a dolog. Nem látjuk azt a közös felületet, azt a közös platformot, ahol annak a vidéki kisiskolának a tanítónénie, aki nagyon boldog attól, hogy a gyerekei új padokban ülnek, és ezzel ő nagyon-nagyon elégedett, és mondjuk a másik helyen lévő nagyvárosi gimnáziumnak a tanárai, akik meg most éppen arról gondolkodnak, hogy a nemzeti alaptanterv hogyan szorítja őket még inkább sokkal, ez két különböző valóság lenne.
És ezeket a valóságokat valahogyan mi sem tudjuk egy közös mezőre terelni, és annak, akinek pedig ez szerintem dolga lenne, hogy foglalkozzon vele, hogy átlássa ezt az egész struktúrát, az meg nem is érdekli. Tehát én úgy érzem, hogy nem érdekli őket, hogy valójában hol milyen problémák vannak. Az pedig, amit az első példáddal mondtál, az szerintem nem történhetetlen. Tehát egy kicsit nekem az is az utóbbi hetekben így egyre többször sodor elém az élet ilyen történeteket, hogy egy kicsit ilyen városi legendák is kezdenek keletkezni ezekkel a tanár megmozdulásokkal, meg diák megmozdulásokkal együtt, amelyeknek nem biztos, hogy mindig van valóság alapja. Ez is. Tehát, hogy nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy azért, mert valaki kiment tüntetni, azért a fizetésnek 40%-át elmondja tőle a feltartója, mert erre semmiféle törvényesége nincsen. Aki felállt és sztrájkolt, és polgári engedetlen volt, őtőle vontak el nagyon komoly munkabéreket, de ott ugye elvileg ez a törvényes háttér, ez megvan ehhez, hogy ezt megtegyük. Köszönöm. Köszi én is, hogy megosztottad. Szilárd, nagyon bólogattál. Igen, bólogattam. Azért bólogattam, mert nekem is vannak ilyen jellegű tapasztalataim szülőtársak, vagy különböző iskolákban tanító tanároktól kapott információkból, visszaélésekből. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akiket többen is említettetek, akik azt mondják, hogy de hát az én iskolámban nem olyan rossz helyzet, legyen a szülő vagy tanár, aki ezt mondja. Nálunk vannak szaktanárok, jó állapotban van az épület, rendes az igazgatónk is, stb. Stb. Tehát minden rendben van. Én mindegyiküknek azt mondom, hogy igen, de ez egy kicsit olyan, mint amikor amikor azzal büszkélkedünk, hogy vagy büszkélkedtünk korábban, hogy a magyar diákok milyen jók voltak a matematikai diákolimpián, és ezt úgy állítottuk be, mintha ez a magyar matematika oktatás, általában a magyar matematika oktatásnak köszönhető lenne, holott jó pár oktatási szakember leírta azt, hogy nem, ez annak ellenére történik. Hogy itt is valami hasonló a helyzet, hogy a te iskoládban, ha minden rendben van, úgy látod, hogy minden rendben van, az nem a jelenlegi oktatási rendszernek köszönhetően, hanem éppen annak ellenére van úgy. Ez a kivétel. De mivel az emberek általában azt az egy vagy két-három iskolát ismerik, ahova a gyerekeik járnak, jártak, vagy esetleg járni fognak, mert arról már tudakozódtak, ezért ezekre alapoznak, ezekre a tapasztalatokra. És hát nagyon sokszor látjuk azt, hogy az emberek, amikor véleményt formálnak és általánosítanak, akkor abszolút hibásan általánosítanak, mert egy-két korlátozott példa alapján mondanak ki nagy igazságokat, vagy nagy igazságnak gondol dolgokat valamiről. És ezektől az emberektől mindig megkérdeztem, hogy és akkor abba belegondolsz, hogy máshol mi a helyzet? Hogyha te ilyen kivételezett helyzetben vagy, akkor milyen helyzetben lehet az, akinek a gyereke nem egy rangos, mondjuk egy megyeszékhelybeli, jó minőségű oktatást biztosító középiskolába, gimnáziumba jár, hanem mondjuk egy kisvárosi szakközépiskolába vagy szakmunkásképző intézménybe. Elnézést, hogy a régi terminusokat használom, az újakra nekem nem nagyon áll még rá a szám. És hogy mi a helyzet, azt ugye említette, Hannaik is említették itt a szolidaritásnak kérdését, hogy nem kellene azokkal szolidárisnak lennie mindenkinek, akiknek sokkal rosszabb helyzetben vannak a gyerekeik, meg rosszabb helyzetben vannak ők maguk is. És mi lesz, hogyha, azt is kérdeztem ilyenkor, hogy mi lesz, hogyha a gyerekednek valamiért át kell kerülnie egy másik iskolába, mert elköltöztök például, megváltoznak az életkörülményeitek. Vagy amikor a gyermeked tovább tanul általános iskola után középiskolába, és esetleg az a középiskola nem lesz annyira kiemelkedő jó helyzetben, mint mondjuk a jelenlegi iskolája. Erre nincs garancia. Vagy hogyha így folytatódnak a tendenciák, akkor mi lesz a kisebb gyerekeiddel, hogyha addigra még több iskola lerohad, még kevesebb pedagógus képzett, jó képzett, meg gyakorlott pedagógus lesz. Vagy a gyerekeid gyerekeivel mi lesz. Tehát, hogy itt nagyon, nagyon egy pillanat felvétel alapján, ami egy konkrét helyen jellemző,
az alapján általánosítanak nagyon sokan az egész oktatási rendszerre, és ez alapvetően teljesen hamis képet fest. És a félelemmel kapcsolatos gondolatra is egy rövidre reagálnék. Igen, abszolút játszik a félelem, azt gondolom a szülőknél is, biztos vagyok benne, hogy gyerekeknél is, középiskolásoknál is, és a tanárok közül is nagyon soknál játszik. De a félelemnek ugye az egyik tulajdonság, hogy az addig a legerősebb, amíg azt érezzük, hogy egyedül vagyunk valamivel szemben, vagy nagyon kis, jelentéktelen csoporttal szemben egy nagyon nagy tömeggel, vagy az intézményrendszerrel, az államaparátussal, teljesen mindegy, hogy mit mondok itt ide most. De amint elkezd szerveződni, és ezt többen is említettétek, egy nagyobb csapat, akkor onnantól kezdve a cserébe azért, hogy én szolidáris vagyok másokkal, cserébe azért, hogy én a nehézségek ellenére igyekszem tenni valamit a helyzet javítása érdekében, ez nagyon komoly morális, érzelmi töbletet ad, azt gondolom, azoknak, akik felvállalják ebben a részvételt. Ezt a fordulópontot nagyon nehéz elérnie, azt gondolom, a rendszernek. Valahol ez már elérte ezt a pontot, és ott elég sokan becsatlakoztak ahhoz, hogy akár a tanárok, akár a diákok, akár a szülők ne féljenek megmutatni azt, hogy kiállnak emellett. De nagyon-nagyon sok olyan hely van, ahol sokkal inkább ilyen kicsit hűbéruralmi rendszerben működnek a dolgok, vagy a pártitkár elvtársat kell mindenkinek ismerni ahhoz, hogy jó feküdjön, hogy egy frissebb párhuzamot mondjak, ahol sokkal nehezebb elérni ezt a pontot, mert sokkal jelentősebb a félelem, sokkal inkább rá vannak utalva az emberek arra, hogy jóban legyenek a hatalommal. Mindjárt azon leszünk egyébként, hogy ezeket kis, mert hogy azt kibogozzuk, hogy akkor ebből hogyan megyünk előre. De azért Noémi, láttam, hogy bólogattál te is, hogy éreztem, hogy van mondani valód, meg Hannától is, és tőled is kérdezem, hogy van-e még olyan fogalom, amit érdemes lenne, pszichológiai vagy szociálpszichológiai fogalom, amit érdemes lenne még megértenünk, hogy ez miért működik úgy most, ahogy Noémi. Én még a félelem mellett ugye az empátiát, meg az eltérő valóságoknak a kapcsolatát hoznám be. Ugye mindannyian egy szubjektív valóságban élünk. Van az objektív valóság, vagy azt is mondhatjuk, hogy objektív valóság nem létezik, csak az objektív valóság szubjektív leképeződése. Tehát, hogy mindannyian a saját kis buborékunkban élünk, de mégis hogyan tudunk közlekedni a saját valóságunk és a másik valósága között? Ugye ez mindig a nagy kérdés, hogy hogyan látom meg a másik igazát is, hogyan leszek képes, hogyan válok egy olyan emberré, aki képes a másiknak az életébe, helyzetébe beleképzelni magát, és ebben ugye az empátia segít nekünk. Szolidaritás nem létezik empátiás képesség nélkül, mert nem tudok úgy szolidáris lenni, hogy ne képzeljem bele magam a másiknak a helyzetébe. Tehát az kell, hogy valami ott bennem elkezdjen rezonálni, hogy sejtszinten valahogy ráhangolódjak annak a másiknak, a másik embernek a valóságára. És hogy ehhez, hogy az empátiánk az be tudjon indulni, ahhoz bizony egy nagyon fontos dolog kell, amiben nem állunk egészen jól, ez pedig a biztonságos kötődés. Hiszen abban a nagyon kezdeti, az emberlétnek a legelején, hogyha kialakul egy úgynevezett biztonságos kötődési mintázat, ami azt jelenti, hogy jól vagyok magammal, most így nagyon leegyszerűsítve, jól vagyok magammal, viszonylag pozitívan tudok magamról gondolkodni, és a másik emberről is, illetve a világról is van egy ilyen pozitív képem, ez kell ahhoz, hogy én majd későbbiekben tudjak empatizálni az embertársaimmal, a körülöttem élőkkel, akkor is, hogyha én nem azt élem meg éppen aktuálisan, de rá tudok hangolódni. Tehát, hogy nem átveszem a fájdalmát, viszont rezonálok a fájdalmára. Nem élem meg ugyan a problémáját, mert nekem éppen vannak padok az iskolába, vagy felettem van fedél, de el tudom képzelni, és meg tudom, és érzelmileg is meg tudom élni azt, hogy milyen, ha nincsen. És innentől kezdve ugye megképződik ez a híd köztem és a másik ember között, és ez a megképződő híd, és ez az érzelem, ami ott keletkezik bennem, mozdít majd a cselekvés irányába.
Köszönöm. Vali, parancsolj. Bocsánat, ne haragudj, Hanna, csak nagyon-nagyon ide kötődik az, amit azért szeretnék, nem egy csavart hozva ebbe a történetbe bevetni, de azért gondoljuk azt végig, hogy azok az iskolák, amelyek itt most az őszben is, sőt már tavaly tavasszal is emblematikusan szerepelnek ugye ezekben a tanár megmozdulásokban, azok azért a vidéki és budapesti olyan nagy gimnáziumok, a Miskolci Hermantól kezdődően, a budapesti Károlyitól kezdve mondjam a sajátomat, a budapesti ötvös gimnáziumot, amelynek a helyzete nagyon sok szempontból kivételezetten jó helyzet. És hogy ha innen nézzük, akkor ez a fajta empátia a közoktatás egésze felé, vagy a szolidaritás a közoktatásban résztvevők problémái felé szerintem nagyon erősen látszik is azokból a megmozdulásokból, amelyeknek mi részesei vagyunk, ezek az iskolák részesei. Nagyon érdekes lenne azt végig gondolni, hogy arról beszéltetni azokat az embereket, akiknek tulajdonképpen az érdekeikért is megyünk. Kisiskolák, a kisvárosi, kevésbé jól ellátott, akár humán, akár pedig másfajta energiával jól ellátott iskolák, hogy ők vajon miért nem empatikusak ezzel a történettel. Tehát, hogy egy kicsit ilyen szempontból is érdekes ez a dolog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bonyolultabb ez a struktúra, ahogy mondom, annál, hogy ennyire egyszerűen tudunk róla. Én azért itt hadd jegyezzem meg, hogy azért nagyon-nagyon sok, vagy legalábbis én így éltem meg, hogy sokkal-sokkal több vidéki iskola, szülői kör, falusi, kisvárosi tantestületek mozdultak, mint eddig bármikor. És azért ezt is szeretném, meg ezért nagyon jó megemlíteni, mielőtt ők azt érzik, hogy ők pedig nem vesznek részt, mert azért ez nem... Nem, ezt akartam mondani. Csak igen. Azt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy ebben a rendszerben működik a szolidaritás, meg működik az empátia, hiszen pont az, ami történik, az szerintem erről szól. Csak valahogyan mégsem tud úgy összeérni, és egy ilyen hálóvá, vagy egy hálózattá alakulni, hogy valóban mindenki, akinek gondja van, meg tudja szólaltatni, vagy megmerje szólaltatni ezt a gondját. Elnézést, hogyha félreértető voltam, nem erre gondoltam. Csak fontosnak tartottam megjegyezni. Én szerintem ezek az iskolák egyébként azért is állnak ki sokszor ilyen prominensen, mert valójában ők jobban megtehetik. Tehát most ez egy kicsit rosszul hangzik, de hát nyilván azért ilyen hatalmi viszonyokat nézzük az oktatáson belül, elit gimnáziumok, vagy nem budapesti, ahol, vagy nagyobb városban, ahol a tanárok, a személyek jobban elvesznek, nem az van, hogy falun, akkor megjegyzik az ABC-ben, hogy hát, ilyen sztrájkoltál, vagy nem tudom, tehát, hogy nyilván meg azért ezek az iskolák a kiszolgáltatottabbak forrás szempontjából is egyéb, szóval szerintem azért ezt érdemes megjegyezni. Szerintem ez kötődik az, hogy én sajnos még mindig ott, én még nem is az empátia hiányát látom problémának amúgy, szóval lehet, hogy ez most nagyon pessimista hangzik, hanem megint csak én azt a hiányt látom, hogy saját magukért kiállnának az emberek sokszor. Tehát, hogy olyan, én azt érzem, hogy az empátia, és ez egy kicsit ilyen kelet-európai magyarországi sajátosság, kulturális és történeti magyarázatai van, aki nem mennek bele, de társadalmi pszichés szempontjából azért a magyarok nagyon hajlamosak az áldozatiságra, és az az érdekes, hogy tehát azt mondják, hogy hát miért éreznék velük együtt, nekem is nagyon rossz az életem, tehát ez egy nagyon általános dolg általában, ami bármilyen csoport felé való szolidaritásról van szó, van egy ilyen alap, és az az érdekes, hogy akkor elismered az ő áldozatiságát, és olyan, mint ebbe bele is nyugodna sokszor. Tehát, hogy egyszerűen áldozatai vagyunk ennek a helyzetnek és a szituációnak, szóval én ezt még nagyobb problémának látom egyébként, tehát, hogy és aztán ugye jön az, hogy miért nem tudunk másokkal empatizálni, vagy szolidaritásban lenni. Mert hogy magunk is se tudunk kiállni. Én azt érzem, hogy elég sok problémás ilyen topikot kiraktatok most, kezdve azzal, hogy sorozatos krízis, amiből trauma lehet, stabilitás, vagy az ahhoz való ragaszkodás, kiégés, empátia hiánya, düh, saját magunkért kiállás, szolidaritás, ilyesmi. Hol lehetne elkezdeni megfogni a dolgainkat? Nem az egészet egyszerre, hanem hogy
Noémi, Hanna, mit láttok, hogy hol, ha most keressük innentől kezdve azt, hogy mi az, amit tudunk tenni egyénileg, vagy csoportosan, vagy közösségben, vagy másokat hogyan tudunk rávenni arra. Szóval ti hol kezdenétek el, Hanna, Noémi, bármelyikötök? Én egy kicsit visszautalnék a félelem kérdésére is, mert ez most lehet, hogy megint negatívan hangzik, de azért a félelem nagyon sokszor kifogás is. Mert, és idehoznám az öncenzúrát is, tehát nyilván például a kirúgott tanárok, az valóban egy nagyon megrázó következmény volt, de azért nagyon sokszor cenzúrázzák magukat emberek, a munkahelyen nem mernek kiállni a véleményükért, nem szólalnak fel, a közösségükben nem akarják vállalni a konfliktust, és nyilván, tehát nem arról mondom, hogy nincs fenyegetettség, igaz, valós, ugye objektív, vagy a Noémi is, hogy objektív fenyegetettség, de azért szerintem nagyon sokszor érdemes abban belegondolni, hogy én most vajon pontosan mitől is félek. Tehát nagyon konkrétan levezetni azt, hogy mi is ez a következmény, amitől most félek, az valójában mennyire reális, és azt is beleszámolni egy kicsit ilyen, jó, az ilyen kockázat, nyereség, kalkuláció, vagy hogy mondjam, de hogy ha én most csöndben maradok, vagy nem teszek semmit, az viszont hosszú távon mit jelent? Meg mit jelent egy olyan helyen élni, ahol akkor attól félek, hogy kirúgnak? Ez jó, hogy én egy olyan társadalomban vagy szituációban élek, ahol ugye azért nem teszek valamit, mert kirúgnak. És szerintem ez azért lehet ösztönző, hogy pont az, hogy az ember meg akarja változtatni, mert sokan kiállunk. És ugye a másik az, hogy az emberek mindig azt hiszik, hogy csak ők gondolkoznak máshogy, mint a többiek körülött, és aztán kiderül, hogy amúgy a többiek is így gondolkoznak, csak senki nem meri mondani. Tehát szerintem nem árt néha felszólalni, mert már csak azért is, mert akkor látjuk, hogy ő is úgy gondolkozik, ahogy én. És ez szerintem ugye nyilván a minél többen gondolkoznak hasonlóan, az nagyon nagy erőt ad az embereknek ahhoz, hogy például kiálljanak. Én így elsőre ezt említeni, és az átadom a szót Noéminek. Hát én azt hiszem, hogy ilyen rendíthetetlenül hiszek az önszerveződésben, és abban, hogy senki más nem tud minket kivenni a magunk gyötrelmeiből, mint egy másik ember. Tehát, hogyha van valaki, akivel ezt meg lehet osztani, ahogy a Hanna mondta, hogy én hogy érzem magam, én miben vagyok, és akivel együtt lehet gondolkodni, legyen az csupán egyetlen egy ember, az már nagyon sokat tud könnyíteni a lelkünkön, és a stressz szintünket azt, mert ugye ilyenkor ugye mi történik? Megemelkedik nagyon a stressz szintje az embernek, amikor azt érzi, hogy próbálkozik, és nem a kitűzött célt nem tudja elérni. Az egy frusztrációval jár, amiben persze egy idő után beletörődik, de aztán utána azért csak vannak ebben is ilyen hullámzások, hogy van, amikor mégiscsak jön a reménykedés, hogy lehessen valamit tenni. Tehát, hogy mindenképpen azt gondolom, hogy mire lenne szükség, hogy hogyan lehetne elviselhetőbb egy adott helyzet, azt az adott egyén tudja megmondani, aki ebben benne él, és mondjuk egy ilyen közösséget alkotva együtt egy csoport tudja kitalálni, hogy mi lenne mégis az, ami most itt ebben a helyzetben nekünk segítene. Általában az szokott lenni, hogy ha találunk valamit, ami mégis csak tudunk együtt változtatni, az már ad egy olyan megkönnyebbülés érzést, egy olyan kielégülést, illetve azt az élményt, hogy mégiscsak hatótényezője vagyok az életemnek, ami azért az embernek egy nagyon fontos élmény, az segíthet. És ilyenkor úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen nagy kilátástalan helyzet, és ugye az ember általában arra fókuszál, hogy úristen, ezt a végcélt kellene valahogy elérni. De hogyha ilyen kis részcélokra tudom felbontani, vagy ilyen kis szigetecskéket tudok ebben a gyötrelmes helyzetben, és az most teljesen mindegy, hogy milyen emberi gyötrelmes helyzet, de vannak ilyen kis szigetek, ahol meg tudok pihenni, ahol azt érzem, hogy itt valamit el tudok érni, az már így segít, mert ott levegőt kap az ember, és aztán utána megint lebukik a mélybe, ott megint jönnek a nehéz időszakok, de olyan kis szigetecskéket kell kiépíteni egyéni és közösségi szinten egyaránt. Ez ugyanúgy érvényes a közösségre, mint az egyének az életébe. Tehát a szigeteket akkor részben úgy érted, hogy csoportokat, akikkel, tehát hogy szervezni olyan kis... Igen,
Igen, meg olyan élményeket, amikor megélem. Azt, amikor azt megélem, hogy a nulla pontról valahova elmozdulok, de még nem a végcélnél tartok, mert nem tudom egyszerre meglépni a végcélt. Nem tudok egyszerre oktatási rendszert változtatni, és az emberek ugye azért nem kezdenek bele, mert azt látják maguk előtt azt a nagy célt, és azt mondja, úgy se fog menni, úgyhogy bele se kezdek. Forradalmat csinálni, ugye mindenkinek azon a fejében szerintem, és hogy akkor ma cseng forradalma, de ilyen kis, apró cselekedetek, azok nagyon fontosak. Tehát, hogy valami, ami a cél felé vezet, amit én is meg tudok csinálni, és ameddig el tudom juttatni magamat is, meg azt a kis csoportot, akivel együtt vagyok, és ami már részeredmény lehet akár, bármilyen kicsi is, de abba az irányba megy. Igen, de az is eredmény, amikor csak összeülünk és beszélgetünk arról, hogy hogyan vagyunk. Tehát, hogy nem kell mindig olyan fajta célokban valamilyen megfogalmazható ilyen, nem tudom én, célokban gondolkodni, hogy na, akkor azt szeretnénk elérni, mert önmagában az együttlét az már egy olyan megkönnyebbülést hoz, mert így tényleg több embernek a vállára helyeződik akkor a saját egyéni gyötrelmünk, és akkor azt együtt sokkal könnyebb hordozni. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként nem fogjuk feltalálni a spanyol viaszt, és nem indítunk forradalmat, és a társadalmi rendet nem fogjuk átalakítani, és nem tudom én, évtizedes beidegződéseket nem fogunk tudni megváltoztatni, de mégis megéljük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Valakinek elmondhatjuk, valaki meghallgatja, valaki ott van és ránk figyel. Ugye ez a halva és látva levés. Mindannyian ezt szeretnénk. Halljanak meg és lássanak meg minket. Mert amikor meglátnak és meghalanak, akkor érzem azt, hogy létezem. Ugye az az ember, akire nem figyelnek, aki izolációban van, ő előbb-utóbb elsorvad testileg és lelkileg. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, hogy a saját mentális állapotunkat egy ilyen helyzetben hogyan tudjuk őrizni így egymásra figyeléssel. Vali, te ezzel hogy vagy? Egyrészt teljesen egyetértek vele, és azt gondolom, hogy ezt nagyon nagy energiákkal és erőkkel gyakoroljuk is az utóbbi időben. Ami számomra azért kérdőjelet tesz be ebbe a lehetőségbe, a szigetépítésbe, meg abban, hogy maga a beszélgetés is egy nagyon nagy erő tud lenni, az, hogy egy idő után ezek a beszélgetések, és mivel olyan résztvevője nincs ezeknek a beszélgetéseknek, aki hatni tudna olyan módon a helyzetre, hogy az előre mozduljon, tehát hogy ez egy zárt buboréknak a beszélgetése, ami elő vagy utóbb így ventilációvá válik, és valódi előrelépéseket, még csak ilyen kis lépéseket sem tud hozni. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben, amiben mondjuk most van a magyar közoktatás, a beszélgetéseknek kellene, hogy legyen olyan résztvevője is, aki úgy figyel a beszélgetőkre, vagy úgy hallgatja a beszélgetőket, hogy birtokában van a tovább lépésnek a lehetőség, a tovább lépések lehetőségének. Az, ami ilyen problémáink vannak, azt mi nem fogjuk tudni megoldani. Egyedül legalábbis nem is. Tehát, hogy az egyedül, azt, ezt én úgy értem, hogy ha az összes tanár Magyarország, akkor se tudja ezeket a problémákat. Igen, nem csak ki kellett. Tehát, hogy így nem leszünk egyedül, de mégis egyedül vagyunk. És én nekem ez a legnagyobb, hogy mondjam, félelmem, vagy a szorongásom az utóbbi hetekben, hogy nem jelenik meg az a hallgatóság ezekben a beszélgetésekben, akinek a kezében van valamiféle kilépési lehetőség ezekből a helyzetekből. Közben meg azzal nagyon egyetértek, igen, hogy ahhoz, hogy a rendszerben benne dolgozó, benne élő szülők, tanárok, diákok lelkileg egy kicsit jobb állapotba kerüljenek, ahhoz biztos, hogy nagyon, nagyon jó ilyen kis apró helyzeteket teremteni nagyon tudatosan magunknak, ami egy kicsit ki is léptet bennünket ebből, amiben éppen most sodródunk, ahol mi tartjuk kézben azt, hogy honnan, hova tudunk jutni, tehát közben, amit Noémi mond, azzal teljesen egyetértek, csak hogy az egésznek a
a problémá, az egész problémának a kisebb részeire, a kisebb egységeire sincs a mi kezünkben a megoldás kulcsa. Engem az érdekel, hogy akkor ezt hogyan lehet felépíteni, hogy legyen, vagy ha nem is a kulcs nálatok, de hogy hogyan tudunk előrébb jutni, mert azzal együtt is, hogy nincs ott, akinek ott kell lennie. Igen. Meg kellene, hogy hallják a hívószavunkat. A kommunikációban hívószavunkat azok, akiknek van akik ott ülnek és hallgatnak tulajdonképpen bennünket, csak mégsem hallanak már. Igen. Neked Igen. Még annyit szeretnék mondani, hogy nyilván ez a, amikor azt mondtam, hogy ilyen kis csoportokba, és hogy akár ventilációs céllal is összejönni, és együtt lenni, és megélni azt, hogy nem vagyunk egyedül, az nyilvánvalóan nem fogja megoldani a problémát. De a problémában benne lévő, a helyzetben benne lévő emberek mentális egészsége szempontjából viszont elengedhetetlen. Tehát, hogy én nem azt mondtam, hogy akkor itt majd nem tudom én, ott senki nem fogja meghallani, biztos. De hogyha tudom azt, hogy én találkoztam ma két olyan emberrel, akivel tudtam róla beszélni, higgadtan, akik támogattak engem, akkor az ad egy megkönnyebbülést. És ez nagyon fontos, hogy aki benne van a helyzetben, van ugye a problémafókuszú megküzdés és az érzelemfókuszú megküzdés. Ez az érzelemfókuszú megküzdés, amikor nem tudom megváltoztatni a helyzetet, mert képtelen vagyok rá, mert igen, ahhoz kellene a döntéshozói szándék, viszont ahhoz, hogy ne bolonduljak bele, ne menjek benne tönkre, a mentális egészségemet megőrizzem, amikor hazamegyek a családommal, tudjak még értékesen időt tölteni, hogy ne egy frusztrált anyát, nagymamát, apukát, nagypapát, akárkit kapjanak, ebből a szempontból viszont nagyon fontos magunkra vigyázni. Egyébként most külön örülök annak, hogy elindítottuk azt a Jár az ötös programot, mert ez egyéni, meg ilyen csoportos coaching is van, hogy pont ezt a lehetőséget adja meg, hogy akkor ilyen érzelem fókuszban tudjunk valahogy előre haladni. Én egy kicsit még, hogyha ezt hozzászólhatok, hogy, és egy kicsit válaszolva a kommentekre is szerintem, amik nagyon jogosak, amik itt az üzenetben vannak, hogy nyilván akkor nem tudsz tenni másokért, vagy magadért sem, hogyha teljesen mentálisan nem vagy jól. Tehát az egyértelmű, hogy nagyon oda kell figyelni. Az igazi aktivisták, hogy mondjam, azok tudják tudatosan, hogy nagyon fontos, hogy érzelmileg és minden én jól legyek, mert akkor tudok valójában segíteni másokon. Ugyanakkor meg azért, hát ez ilyen kicsit ilyen antipozitív pszichológiának fog hangzani, de ha tényleg van egy olyan rendszer, amiben az ember bármit tesz, a másik fél, ugye például a döntéshozók nem hallgatják meg, nem történik semmi változás, és itt ugye hozzáadnám azt, hogy az elvárások azért egy demokráciában például nyilván az lennének, hogyha már egykor a tömeg valamit szeretne, akkor azért valamiféle válaszreakció jön rá. És ez olyan frusztráltsághoz vezet, amiben lehet, hogy ugye meg kell találni az egyensúlyt között, hogy azt mondom, hogy jó, megőrizzem az épp elmémet, meg a között, hogy ez nem normális, ebben én semmilyen módon sem fogadhatom el ezt a helyzetet, tehát hogy lehet, hogy, tehát, hogy ez a fura dolog, hogy lenyugtatom magam azért, hogy nyilván egy jó mentális állapotban legyek, de hát vannak olyan szituációk, amikben nem lehet jó mentális állapotban lenni, mondjuk objektívan, tehát e között megtalálni azért az egyensúlyt, hogy mi az, amikor csak így igazából magamat pacifikálom, pedig nem kéne, és itt egy kicsit behoznám azt, hogy ugye az is érdekes, hogy mikor radikalizálódnak az emberek, vagy mikor érdemes radikalizálódni. Tehát, hogyha azt látom, hogy az a módszer, ami most van, nem jön be, akkor mi az a pont, hogy azt mondom, hogy nem nyugtatom magam, hanem akkor még dühösebb vagyok, és akkor és nem fizikai erőszakra gondolok radikalizáció alatt feltétlenül, de akkor még egyéb eszközökhöz fordulni, és úgy tenni valamit. Pont erre akartam megkérdezni, hogy hol van az a pont, amíg megnyugtatni magam, és elviselhetővé tenni azt, ami van, és hol van az a pont, ahol a dühöt, mint egy ilyen hajtóerőt érdemes használni, és úgy csatornázni, hogy de inkább annak passzolok neked, hogy ne én mondjam, hanem te. Amikor mondjuk a másik fél, mint egy fal néma nagyon sokáig, akkor az egy ponton túl, tehát hónapokon túl azt tenni, hogy sőt, én nem is néma, ugye mondjuk ebben az esetben a döntéshozók nem némák,
most nem tudom, nyilván nem akarunk annyit politizálni, de hogy nem némák, még ki is ugatnak tanárokat. Tehát tegyük hozzá, hogy még csak az sincs, hogy nem hallgatják meg a követeléseket, itt konkrétan negatív cselekmények történtek, tehát negatív válaszreakciók ráadásul. Tehát azért én azt mondom, hogy ez a pont, amikor azért nagyon jogos dühösnek lenni, és ezt azért, hát igen, ezzel nehéz mit kezdeni így. Hogy építsük fel a dühünk, vagy bocsánat, hogy használjuk aktívan és értelmesen a dühünket? Hát cselekedetekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ugye ezért is mondtam, hogy a düh, tehát az, ami általában az ilyen cselekvésekhez vezet, vagy az aktivizmushoz, ugye az egyrészt az igazságtalanság észlelése, check, megvan, a hatékonyság észlelése ez nagyon nagy probléma, tehát mennyire érzem azt, hogy ha általában az emberek azt érzik, hogy hatékony, amit csinálnak, akkor sokkal nagyobb eséllyel tesznek is valamit érte, vagy állnak ki. Ugye itt lehet probléma az, hogy egy idő után az ember úgy érzi, hogy nem hatékony ez az egész, akkor kiszáll belőle egyébként. Vagy ugye, mivel igazságtalannak észleli a helyzetet, ráadásul nagyon azonosul is az üggyel, tehát és dühös is, viszont azt érzi, hogy nem hatékony, tehát nem hatékony már a kiállás. Ugye akkor szokták azt mondani, hogy akkor radikalizálódnak tömegek egyébként. Tehát, hogyha például úgy érzi az ember, hogy a rendszer már annyira stabil marad mindennek ellenére, nagyon igazságtalan a helyzet, most már nagyon elegem van belőle, de mintha ha semmi sem működne, akkor fordulnak olyan eszközökhöz, és azt tudom, hogy nem pontosan válasz a kérdése, de én azt mondanám, hogy a dühöd megpróbálom például nem gyűlöletbe átvinni, tehát amit kutatásokból tudunk, az azért az, hogy ugye amikor nagyon kilátástalan a helyzet, de igazából itt azért mondjuk Iránban például a diktatúra, ami van, tehát az iráni tüntetők azért is radikalizálódtak így, mert ő számukra tényleg az, hogy semmi más eszköz nincsen, mint mondjuk abban az esetben az erőszak esetleg, vagy tényleg, hogy nagyon radikális cselekményekkel, mert egyszerűen azt gondolják, hogy kb. Semmi különbség nincs a között, már az életükben annyira rossz, mert így is börtönben vannak, tök mindegy, hogy mit csinálnak, akkor már mindegy, hogy valóban mit tudhatják, nincs veszteni valójuk. Tehát nyilván azért ennél a szituációnál mi még nem vagyunk, de arra nyilván oda kell figyelni, hogy ez a düh, ez ne gyűlöletbe, ne öngyűlöletbe, ne mások gyűlöletébe essen át, hanem megpróbálni ezt a dühöt, vagy egy ilyen aktivizálóra, hogy magamat így aktivizálom, és arra használni. Hát ez is tudom, hogy nagyon absztrakt, szóval ennél konkrétabban nem biztos, hogy én hozzá tudok szólni. Jó, majd mindjárt megpróbáljuk még leegyszerűsíteni. Noémi, van-e esetleg neked az eddigiekhez gondoltad, mert úgy éreztem? Én itt nézem közben a kérdéseket. Hogy... És akkor ezt kérdezem is, Papp Péter, Pepe kérdezi, hogy amikor hiányoljuk a meghallgatást, lehet példát adni meghallgatásból? Lehet például ez előrevívő? Én azt gondolom, példát adni mindig lehet valamiből, amire mi vágyunk. Ugye általában ezt szoktuk mondani, hogy meg lehet azt mutatni, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Hát, hogy ebben a helyzetben, konkrétan ebben a helyzetben mit lehetne csinálni, és hogyan lehetne megmutatni, azt gondolom, hogy itt megint ezek az önszerveződő körök, de hát ugye itt megint van egy ilyen, hogyha cinikus a hatalom, akkor nagyon nehéz. Szóval a cinizmus falát áttörni a legnehezebb, én azt gondolom. Igen, megyünk majd még ebbe az irányba, de azért vetődik fel bennem két ilyen, vagy több ilyen alapkérdés, hogy és akkor ebben az egész helyzetben én, ha szülő vagyok, akkor mit mondjak a gyerekemnek? Hogy beszélgessek erről vele? És mit mondjak neki? Vagy mit ne mondjak? Noémi, Hanna. Nagyon nehéz kérdéseket teszel fel egyébként. Hogyan beszélgessek a gyerekemmel? Most ettől függetlenül mindig önazonosan, ez a kiindulási pont, hogy a gyerekemhez önazonosan szóljak, és az ő életkorának megfelelő mélységbe tárgyaljak bármilyen témát. A gyerek az mindig többet tud rólunk, mint amit mi szeretnénk magunkból megmutatni, magunkról elmondani. Ez is egy ilyen alaptézis.
hogy hogyan beszélgessünk, tényleg nagyon fontos az életkort figyelembe venni. A gyerekben fölösleges félelmeket és a tehetetlenségnek az érzését kelteni, az hosszú távon nem egy jó stratégia, mert akkor az épül be, hogy ilyen a világ, ez egy olyan világ, ahol lehet, hogy rossz, de ezen a rosszon úgysem fogunk tudni változtatni. Hogyha ezt a szemléletet adjuk át, akkor az a gyereknek az egész életét akár meg tudja határozni. Az fontos, hogy a gyerek érezze azt, hogy van bennünk valami reménykedés, és ezért fontos, ahogy mondtam korábban, a saját mentális egészségünknek az megélése, megőrzése, mert miközben benne vagyunk egy ilyen helyzetben, közben azért, hogyha gyereket nevelünk, akkor a jövőre készítjük őt. És ez nem mindegy, hogy milyen jövőképet festünk. Lehet-e azt tenni, hogy mondjuk, ha nem akarom abba az irányba nevelni a gyerekemet, hogy ő is tehetetlennek érezze magát majd az életében, meg akár most is, lehet-e azt kérdezni tőle, hogy szerinted mit lehet tenni? Tehát, hogy elmondani azt, hogy én mit érzek, és hogy megkérdezni, hogy szerinted mit lehet tenni, hogy segít-e az, hogy az ő jövője szempontjából is, hogyha mondjuk ilyen típusú kérdéseket teszek fel neki. Hogyne? Tehát én így érzem magam, te hogy érzed magad? Neked mi a fontos ebben a helyzetben? Te azt hogy éled meg? Neked mi volt jó ebben a helyzetben? Mi volt nagyon bántó ebben a helyzetben? És mit gondolsz, hogy mit lehetne tenni? Tehát, hogy azt gondolom, hogy a gyereknevelésben talán az a legjobb, hogyha nem válaszokat, meg megoldásokat próbálunk kínálni, hanem nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy benne mi zajlik, ő hogy gondolkodik, hogy inkább újabb és újabb kérdéseket teszünk fel, mint válaszokat adunk. Ugye részben azért is kérdeztem, bocsánat, mert az elején te mondtad, hogy a biztonságos kötődés hiányzik, és ezzel nyilván, ha nem csecsemőkorban kezdtük el, akkor nem kezdtük el, de még talán ezzel keresztül lehet esély arra, hogy valahogy újra húzalozzuk ezeket a szálakat. Másfelől meg, hogy az sem mindegy, hogy én úgy érzem magam, hogy tehetek valamit azért a világért, amiben élek, vagy úgy érzem magam, hogy úgy se sikerül majd, mert egyedül nem tudok nyarat csinálni. Igen, de hogy pont a szülőség az, ami azt gondolom, hogy kinyitja az embernek az idői perspektíváját. Hiszen van az én életem, ami egy időhatáros történet, és a gyerekem élete túlnyúlik majd az én időhatáros történetemen. Tehát az a... És akkor, hogyha ezt így tudatosítom magamba újra és újra, akkor mondjuk a jelenlegi helyzetben már talán kevésbé megyek tönkre. Mert hogy azt azért úgy tudjuk, hogy hát ahogy diktatúrák jöttek és mentek, szóval, hogy semmi nem örök. És hogy ebbe az irányba is el lehet mozdulni mondjuk már egy érettebb korú gyerekkel való beszélgetésben. Hogy lehet, hogy most nem értük el azt, amit szerettünk volna. És most megint függetlenül ettől a témától, bármi, amiben úgy érezzük az életünkben, hogy kudarcot vallottunk, vagy nem értük el az adott célt, de hogy ez most van. És ez majd valahogyan, valamikor tud majd változni. Nem tudjuk a hogyan, nem tudjuk a mikort, de ott van bennünk egyfajta ilyen reménykedő, ilyen optimizmus, ami arról szól, hogy majd egyszer jobb lesz. Hát nem, tehát, hogy egyszer jobb lesz, és ebben a rosszban is nézzük meg, hogy mi az, ami mégis jó, mert az életünk nem csak erről a dologról szól. Tehát, hogy egy picit így kimozdítani abból a beszűkültségből magunkat is, és nyilván, hogyha a gyerekünkben ezt érezzük, már pedig a kamaszok egyébként tipikusan tudnak ilyen beszűkülten gondolkodni, hogy úgyis mindegy, úgyse lesz semmi jó, ráadásul megterheli őket, akár mondjuk a klímakatasztrófának az érzés, amitől most nagyon sok kamaszkorú gyerek szenved. Tehát, hogy valahogy így nyitogatni a perspektívákat, szerintem az a legcélra vezető. Én azért azt érzem érdekes módon, de lehet, hogy rosszul látom, hogy most nagyon sok diák vagy gyerek ösztönöz igazából szülőket.
Én azt látom, hogy például ebben az esetben a fiatalok nagyon mobilizálták magukat, hogy nagyon elkezdtek kiállni, és szerintem pont, hogy olyan érdekes módon, hogy talán ők is ösztönözték és motiválták a szüleiket arra, hogy ebbe jobban beleszálljanak. És ugye hát az is nagyon fontos mindenki, hogy a társaik mit csinálnak, a barátaik, tehát hogy mi megy az Instán meg a TikTokon, hogy ezzel van mondjuk ilyen tüntetésekkel van tele, akkor szerintem van, tehát én azért izgatottságot látok bennük egyébként nagyon sokszor, amikor tüntetéseken vagyok, azt láttam, hogy ők ezt valahogy így azért élvezik, mert a hangukat hallathatják, és ahogy nagyon te is mondtad, hogy ez egy annyira fontos, és egy annyira affirmáló, és egy pozitív élmény igazából, hogy én azt látom, hogy ez nagyon megvan, és az valóban kérdés, hogy oké, de mi lesz akkor, amikor nem kapják vissza a tanáraikat, nem lesz jobb a helyzet, akkor vajon hogy kell szülőként megküzdeni azzal a csalódottsággal, ami egy fiatalnál sokkal nagyobb lesz, mert még nem úgy ismeri az életet, hogy nyilván általában pont, hogy szerintem igen beszűkülten gondolkozik, de azért nagyon optimisták tudnak lenni a fiatalok, tehát hogy pont, hogy még annyi csalódás nem érte őket, szóval szerintem ezt szülőként ezzel nehéz megküzdeni, de hogy alapvetően szerintem igen, nagyon számít, hogy az ő közösségében mi történik, és hogy így egy kicsit talán ezt látni, de csak annak mondanék, hogy nagyon motiváló, hogy mennyi fiatal áll ki egyébként ebben az egészben. És jó, ha ebben támogatjuk őket, vagy... Hát, hogy a hangukat hallatják, és ez egy pozitív élmény, akkor én azért azt érzem, hogy ez egy annyira fontos lecke az életre, hogy mondjam, tehát hogy ez az, amit tényleg, amit az iskolában ugye megtanulnak, nem tanulnak, de hogy ez szerintem egy életre szóló üzenet lesz nekik. De hát nyilván ismernie kell az embernek a saját gyerekét, hogy mennyire akarja belevonni, de hát hogyha úgy tűnik, hogy ők ezt azért, ez nekik pozitív, akkor ez jó. Szilárd, ti hogy csináljátok? Én éppen azon gondolkodtam itt közben, hogy az, amit Hanna mondott, hogy milyen sok diák, főként nyilván középiskolások, meg egyetemisták álltak bele ebbe a történetbe, hogy történik ez annak ellenére, hogy igazából legalábbis a mi tapasztalatunk az, hogy a tanárok az iskolákban nagyon vigyáznak arra, hogy ne lehessen őket feltüntetni kvázi egyfajta felbújtó szerepben, hogy ők szervezik maguk mellé, maguk mögé a diákságot. Nekem ne politizáljanak. Igen, de nekem az a tapasztalatom, hogy erre nagyon-nagyon vigyáztak a tanárok, sem a diákokat, sem a szülőket nem igyekeztek a tanárok közvetlenül maguk mögé támogatónak megszervezni. Inkább olyan tanárok, akiket az iskolán kívülről is ismerek, azok inkább ilyen kicsit félve érdeklődtek, hogy vajon a diákok szervezkednek, hogy tudunk erről valamit, hogy szervezkednek, valamit csinálnak a diákok, akkor, amikor az iskolában esetleg polgári engedetlenség lesz, és a tanárok egy jó része, mondjuk a fél tantestület egy-két órán át nem veszi fel a munkát. Tehát ennek a fényében azt gondolom, hogy különösen értékes az, hogy sokan kiállnak a tanáraik mellett. És azt akartam még hozzátenni ehhez a történethez, hogy azon túl, hogy a szülők kimennek tüntetni, meg részt vesznek az eseményekben, itt jó pár tennivalójuk van, és azt gondolom, hogy az oktatási rendszerhez ilyen közvetetten kapcsolódó szereplők, a gyerekeknek a családtagjai, a tanároknak a családtagjai, a más szakmában dolgozók, akik úgy érzik, hogy az ő helyzetük hasonlóan rossz. Lehetnek akár kulcsfigurái egy ilyen történetnek, hiszen amit itt többen is elmondtatok, hogy a hatalom nagyon sokszor azt játsza, hogy vagy cinikusan nem válaszol egyáltalán semmit, vagy még cinikusabban tessék, akkor kirúgok egy-kettőt, és akkor majd nézzük meg, hogy ezzel mit kezdtek, vagy ezzel megmutatom, hogy úgy sincs esélyetek, és elveszem a kedveteket a továbbiaktól. Egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, ami kvázi erőt sugároz, az a tömeg.
az az, hogy minél többen vonódjanak bele ebbe. Én ezért azt gondolom, hogy kulcskérdés az ilyen közvetett szereplőknek a hozzáállása, és ezért nagyon fontos az, hogy a szülőnek milyen lehetőségei, vagy milyen kvázi teendői vannak egy ilyen helyzetben, és ez az, amire most Györgyi rákérdezett. Én azt gondolom, hogy a gyerekekkel el kell beszélgetni, mi az első pillanattól kezdve, amikor ez felmerült az iskolában, mint lehetőség, hogy a tanárok sztrájkolni fognak, ha az nem megy, akkor polgári engedetlenség, meg tüntetés, meg mi egymás, akkor mi beszélgettünk velük, és ahogy itt mondtátok is, hogy meg kellett velük beszélni, hogy ők mit látnak, hogy mi az, ami az iskolában történt, de meg kellett kérdezni őket először, mi az, amit ők látnak, ők ezt hogy élik meg, a diákok valóban szervezkednek-e, vagy beszélnek-e erről. És akkor, amikor jönnek ezek a visszajelzések, hogy igen, a diák önkormányzat az kezdi összegyűjteni a véleményeket az osztályokból, és elkezdték a diákok magukat megszervezni ezekre az eseményekre, akkor nyilván, akkor ők is kérdezték, hogy de hogy akkor itt mi történik, meg hogy megy, meg milyen, egyáltalán mi történhet egy ilyen élőláncon, vagy egy tüntetésen, stb. De emellett azt gondolom, hogy amellett, hogy a gyerekekkel beszélünk, és támogatjuk őket, és meghallgatjuk őket, mert hogy nagyon sokszor csak ennyi kell, amellett azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos az, hogy a szülők egymással is beszéljenek. Tehát azok, akik ugyanabban az iskolába járó gyerekeknek a szülei, azok nagyon fontos, hogy egymással is beszéljenek, mert amit itt mondtatok, talán Noémi említette azt, hogy ha valaki félelemben él, vagy úgy érzi, hogy magára van hagyva, azon igazából egy másik ember tud segíteni azzal, hogy érezteti vele, hogy nincs egyedül, és hogy meghallgatja, és beszél vele, és támogatást nyújt. Az ilyen szülőtársakat, meg a családtagjaikat esetleg, másokat, akik hasonló helyzetben vannak, úgy lehet kimozdítani ebből, hogyha ha érzik, hogy vannak mások is, akik hasonló módon gondolkodnak hozzájuk. Csak ezek a mások esetleg ki is mondják, vagy nyilvánosan felvállalják ezt, tesznek valamit. Az előbb emlegettem azt, hogy korábban az általános iskolában milyen problémahelyzetek voltak. Többször tapasztaltuk azt, hogyha akár egy szülői levelező listán, ahol tanárok is rajta voltak, volt olyan szülő, aki felvetett egy problémát, de nem igazán látott megoldási lehetőséget, amikor más valaki felvállalta azt, hogy a tanárokat is tartalmazó levelező listára kiírta ezt, és kvázi megkérdezte a tanároktól, hogy megkérdezte az intézményvezetőtől, hogy akkor ez hogy is van, és ezt miért nem lehet így megoldani, akkor arra nagyon sok pozitív reakciót kapott, főleg azoktól, akik ezt nem merték nyilvánosan felvállalni, hogy egyáltalán megkérdezzék, vagy kiálljanak egy ilyen, egy ennek a helyzetnek a megoldására irányuló kezdeményezés mellett. És végül, de nem utolsó sorban, azon túl, hogy a gyerekeikkel meg egymással beszélnek ezek a szülők, azon túl azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az is, hogy a szülők éreztessék a tanárokkal azt, hogy mellettük vannak, és hogy támogatják őket. Én nagyon sokszor látom azt, hogy a tanár ismerőseink, vagy azok a tanárok, akikkel kapcsolatban vagyunk, nem mernek, nem akarnak segítségért a többiekhez, a többi érintethez fordulni. Azt gondolom, hogy ez korrekt, hogy a gyerekeket nem próbálják bevonni. Még az is valamennyire korrekt, hogy nem akarják, hogy a szülőkön csattanjon az oszlop, vagy a szülőket közvetlenül megkeressék. Pontosan ezért nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy a szülők jelezzék azt a tanároknak, hogy mi mindent hajlandóak megtenni azért, hogy támogassák őket, hogy kiállnak mellettük nyilvánosan ezeken a rendezvényeken, egyetértenek a céljaikkal, akár anyagilag hajlandóak támogatni olyan kezdeményezéseket, amely segít a polgári engedetlenséget igénylő helyzetnek a megoldásában, amikor fizetés kiesések vannak, amit Vali is említett, hogy ugye gyakorlatilag kvázi olyanok a törvények, hogy ezek alapján le lehet vonni a munkabérből, hogyha valaki polgári engedetlenkedik, és nem hivatalosan sztrájkol. Innentől kezdve azoknak, akiknek a keresete veszélyben van, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudják, hogy esetleg számíthatnak másokra. Úgyhogy, és igen, visszacsatolni arra, amit itt valamiket mondott, hogy de én nem vagyok, amit Hanna hozzátett, hogy igen, hogy nem akarok politizálni, de hát
gyakorlatilag, hogyha a köznek az ügyeivel foglalkozunk, az úgyis politika, az úgyis politizálás. Gyakorlatilag minden, ami több embert érint, ami egy társadalmi csoportot érint, az eleve politizálás. Én azt gondolom, és éppen ma volt egy ilyen, éppen egy tanárral volt egy ilyen kvázi beszélgetésem egy Facebook poszt kapcsán, ahol ő is azt mondta, hogy de ő szeretné, hogyha ez politikamentes lenne, és akkor mondtam, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne keverjük össze azt, hogy általában közügyekkel foglalkozunk, mint ebben az esetben az oktatás ügyével, avagy pártpolitikával, egy adott párt vagy irányzat melletti elkötelezettséggel foglalkozunk. Erről nyilván nincsen szó, nem ez a célkitűzése ezeknek a megmozdulásoknak, ezeknek a kiállásoknak, hanem az, hogy magát az oktatást a megfelelő helyén, megfelelő módon kezeljék. Nagyon-nagyon fontos az, hogy azt fölvállaljuk, hogy igenis politizálunk, de nem egy adott párt mellett vagy ellen, hanem egy adott ügyért, vagy egy adott ügy egy bizonyos fajta megoldása érdekében. És ezeket, és azt gondolom, hogy ezeket a szülők, családtagok, az iskolához kapcsolódó, nem tudom, öreg diák mozgalmak, amit el lehet képzelni minden, kiválóan tudja támogatni, vagy tudná támogatni a pedagógusokat ebben. Igen. Én annyit vetnék közbe, hogy szerintem nagyon-nagyon sok helyen a szülők ezt meg is teszik. Tehát mindazt, amit Szilárd mond, azok vagy már elindultak, vagy pedig már egészen hosszú hetek óta történő események is. Tehát, hogy én ezt a fajta szülői szolidaritást nagyon erősen érzem a gyakorlatban is, tehát a mindennapokban is. És ezért nagyon hálásak is vagyunk, azt gondolom. Közben a chatten itt folyik az, hogy egyrészt a kolléganőm beírta, hogy a gyerekek pontosan érzik, és tudják, hogy mi zajlik, most már csak a szülőknek kéne össztársadalmi szinten felébredni, és esetleg összefogni, és aztán jött a reakció rá, hogy a szülői összefogások közoktatásért létezik egy ilyen Facebook csoport, és hogy ott valószínűleg közösségeket lehet találni, és talán lehet, hogy ez egy jó helyzet arra, amit ti mindannyian feszegettetek, hogy akkor lehessen megszólítani embereket, mármint hogy felnőtt embereket, szülőket, akikkel lehet arról beszélni, hogy milyen helyzetben vagyok, és lehet megkérdezni azt, hogy mi a fenét lehetne, vagy mit tudnánk csinálni. És talán az egyik dolog, hogy jó, ha minél többen vannak. Mi lehet a veszélye annak, Hanna, hogyha ennyien maradnak azok, akik kiállnak a közoktatásért, mint ahányan most vannak? Illetve mi az, ami még veszélyesnek tűnik az egész, hogy is mondjam, energiára, ami most zajlik is van? Ja, mi lehet a veszély abban, hogyha ennyien, hogyha sokan kiállnak? Vagy... Nem, abban, hogyha csak ennyien, mert most úgy tűnik, hogy... Nem tudom, hogy csaknak hívnám-e azért. Tehát, hogy én értem, hogy nagyon sokan, akik járnának, nem állnak ide, azért szerintem így évek óta nem láttunk, vagy évtizedek óta nem láttunk szerintem igazából egy ilyen hosszantartó, ilyen kitartóan az ország szinte egészét fel, vagy megrázó, vagy valamilyen módon mozgosító mozgalmat, tehát hogy ez most már mozgalom. Tehát hogy egyrészt azért én szeretném azt pozitívan megjegyezni, hogy szerintem elképesztő, ami megy, tehát pozitív, reményteli. És szerintem ezzel kapcsolatban azért azt is akarom mondani, hogy tudom, hogy nyilván nagyon könnyű kilátástalanak lenni, és reményvesztetnek jogosan, mert ugye már csak azokért a dolgokért is, amiket mondtunk, hogy a döntéshozók nem feltétlenül reagálnak rá, vagy a hatalom, de szerintem nem értelmetlenek a tüntetések. Tehát ez is szokott lenni, hogy értelmetlen a tüntetés, úgyse történik semmi, elénekeljük a pár utcai fiú zenét a végén, és semmi változás nem történik, de történik. Tehát az, hogy az mások látják azt, hogy mennyien vannak ott, hányan állnak ki, tehát nem hiába terjedt így el a sztrájk is, amennyire elterjedt, mert az emberek azt látják, hogy mások ezt csinálják, akkor az ösztönzi őket is, tehát ez igazából egy nagyon motiváló dolog, tehát minél többen csinálják, annál többen fogják, tehát ez szinte exponenciálisan nő. Tehát azért ezt szeretném megjegyezni, hogy olyan szempontból eredményteli ez az egész,
hogy megmozgatta a társadalmat. Tehát én tényleg nem láttam ilyet, szerintem évtizedek óta, ami így megmozgatja. Az, hogy aztán a konkrét következmény és az eredmény meg lesz, tehát a folyamat az nagyon szép, ami történik, az, hogy az output, vagy így az eredmény az mi lesz, az tényleg nagyon nagy kérdés, de én azért ezt hozzátenném. Hát a veszélye a nyilván erre az egészre az, hogyha továbbra sem nincs semmi válasz. Tehát, hogyha vagy negatív válasz, ez ugye kettős, mert például a tanárok kirúgása az olaj volt a tűzre szerintem. Tehát, hogy az még olyan embereket is elkezdett bevonni, akik így az voltak, hogy jó béremelés, hát én is szeretnék többet keresni, na, izé. Tehát nyilván mindenki értette, hogy ez igazából nem csak a tanárok béremeléséről szól, de ezzel azért könnyű volt sokaknak így letudni a dolgot, de az, hogy azért kirúgnak embereket, mert a polgári, civil jogaikat gyakorolni próbálják, egy demokratikus jogaikat gyakorolni próbálják, ezért kirúgnak embereket. Szerintem ez nagyon sok ember pont, hogy bevonzott. Tehát ilyen szempontból a negatív válasz az lehet akár ösztönző is. A semmi válasz, a cinikus válasz, az meg egy idő után nyilván hát ahhoz vezet ez, hogy elhalhat ez a mozgalom. Tehát ez a veszély, én ennyit mondanak. De hát semmikünk se jó, szóval szerintem ezt kb. Nem tudjuk megállapítani. Gazdasági helyzetben nem beszélve, tehát itt azért annyi más szituációs környezeti tényezők is vannak, hogy szerintem kb. Lehetetlen megjósolni, hogy mi lesz. És veszély az is nyilván, hogy ha lesz 10%-os béremelés, akkor adható a dolog, hogy ez és lehet, hogy a kommunikáció zavar is elég ahhoz, hogy valami. De mi kellene ahhoz, hogy akkor ez ne így történjen? Mi kellene ahhoz, hogy a döntéshozók meghallják azok a szülők és a pedagógusok és a diákok hangját, és érdemben folyjon tárgyalás? Ez a személyes véleményem, de szerintem radikalizálódni kell, de ez tényleg személyes vélemény. Tehát, hogyha az az eszköz nem jön. Tehát dühösnek kell lenni eléggé ahhoz, hogy... Igen, elállni, blokkádot állni, elállni épületeket, nem bement sztrájk, polgári engedetlenség továbbra is, tehát hogy ezeket folytatni addig, amíg egyszerűen a hatalom nem tudja azt csinálni, hogy már máshova néz. Mi ebben a mi feladatunk és felelősségünk? Szerintem az, hogy támogassuk egymást, tehát hogy az, hogy amit Noém is mondott, tényleg azért ennek nagyon fontos az érzelmi vonulata is, tehát hogy tényleg támogassuk egymást, az amit Szilárd is mondott, hogy a szülők éreztessék a tanárok, hogy mi itt vagyunk mögöttetek, és így támogatunk, amiben csak tudunk. Konkrétan a mozgalmakkal követni őket Facebookon, belevonódni a tüntetéseken, ott lenni, adományozni, tehát hogy azért itt nagyon sokféle cselekvési forma van, amiben akár egy átlag állampolgár is részt tud venni. Beszélgessünk erről a munkahelyükön más emberekkel, mérjük fel, próbáljuk őket is bevonni, hozzunk el valakit egy tüntetésre magunkkal, aki amúgy nem jön el. Tehát szerintem erről is beszéltünk, hogy apró dolgok, de hát azért ezek összeadódnak, szóval, hogy szerintem ezt lehet csinálni. Mm. Noémi? Az a helyzet, hogy nekem itt akadozott itt végig, ahogy beszélt a Hanna, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy mi hangzott el. A kérdés az volt, hogy mi az, amit lehet tenni szerinted nekünk azért, hogy eredményes legyen ez a mozgalom, és hogy a döntéshozókkal érdemben tárgyalhassanak a pedagógusok, a diákok és a szülők is a közoktatás jövőjéről. Hát az, amit mondtam, hogy részcélokat megfogalmazni, és közben azért nem veszíteni el a hitet abban, hogy mégiscsak lesz eredménye, lesz értelme. Lehet, hogy az nem lesz rögtön, nem tudom én, egy rövid távon elérhető cél, de menni előre és hinni abban, hogy képesek vagyunk valami változást előidézni. És egyébként meg azt gondolom, hogy társadalmi szinten az egy hihetetlen kohéziós erőt jelent, hogyha bármelyik aktora a társadalomnak látja azt, hogy itt létezik a szolidaritás, hogy hogy valamiért teszünk, ami nagyon fontos. A közoktatás azt gondolom elképesztően fontos, hogy
hogy ott mi történik, az a jövő szempontjából is nagyon fontos. És hogyha itt láthatóvá válik ez az összefogás, az mindannyiunknak jó, az mindenkinek csak egy ilyen pozitív élményt tud adni, hogy itt úgy működik a társadalomnak egy része, ahogy korábban nem nagyon működött, hogy összefognak az emberek. Ez mondjuk a COVID idején, amikor ezt láttuk, hogy van egy összefogás, egymás támogatása, az olyan energiákat tudott felszabadítani, és hogy ettől a társadalom válik egészségesebbé, és hogy ha ezt hiszem, akkor azt gondolom, hogy a cselekvésemnek a bizonyos pontjai, hogy konkrétan mit fog tenni, az már részletkérdés. Tehát, hogy ezt a hitet kell őrizni, hogy itt valamit teszek a jövőért, meg a nagyobb közért. Köszönöm. Vali, neked mire lenne szükséged? Hát én azt gondolom egyébként, hogy mit lehetne tenni, inkább arra a kérdésre válaszolnék, hogy én még mindig gondolkozom azon, hogy egy ilyen kommunikációnak, ugye mint minden kommunikációnak két tényezője van, nagyon sok tényezője van, de két alapvető tényezője van, az, aki el akar valamit mondani, meg az, akinek meg kellene ezt a valamit hallgatni, és reagálnia kellene rá. És én azt gondolom, hogy még mindig lehet azzal is foglalkoznunk nekünk tanároknak, hogy lehet, hogy rosszul artikuláljuk azt, amit el akarunk mondani, és ezért nem talál meg hallgatásra. Tehát, hogy én értem azt, amit Hanna mond, hogy és könnyen lehet egyébként, tehát én is valamilyen utat látok magam előtt, hogy valószínűleg radikalizálódni fog ez a folyamat, és még erőteljesebb ilyen láthatósága lesz, mint annak az elkeseredettségnek, meg dűnek, ami most pillanatilag van bennünk a pedagógus társadalomban. De ezzel párhuzamosan lehet, hogy keresnünk kellene azt, hogy biztos, hogy ezen a kommunikációs felületen mi mindent megtettünk-e azért, hogy valóban úgy fogalmazzuk meg a gondolatainkat, a kéréseinket, az elképzeléseinket, a problémáinkat, hogy kénytelen legyen a hallgató ránk figyelni, és lehet, hogy itt még vannak más lehetőségek, más utak is. Én még ebben is gondolkodom. Én nem tudom megállni, hogy nem meséljek arról, amit mi a Hősök terében csinálunk. Az egyik tudáselemünket azt úgy hívják, hogy bámészkodó hatás. Azaz, hogy amikor van egy szituáció, és benne vagyunk sokan, akkor gyakran nem azt nézzük, hogy mit lehetne tenni, hanem azt, hogy mit csinálnak a többiek. És hogyha a többiek is pont ugyanazt fogják nézni, akkor az történik, hogy semmit sem csinálunk. És erre jönnek a felmentő szavak, hogy hát úgyse tudok semmit csinálni, a többiek se csinálnak semmit, úgyse fog semmit érni, nem is az én dolgom, ilyesmi. És akkor így persze nem lesz belőle semmi. És aztán van egy másik dolog, azt úgy hívják, hogy csoportnyomás, vagy csoportnorma, hogyha a többiek se csinálnak semmit, akkor én nem akarok kiválni ebből a csoportból, mert jobban szeretnék csoportba, közösségbe tartozni tudat alatt is. Úgyhogy ez is akadályoz minket abban, hogy ebből kiváljunk. Viszont mi pont azt tanítjuk, hogy ezt hogyan lehet átalakítani, vagy hogyan lehet átformálni. És az egyik első fontos dolog az ebben a tudásban, hogy azt fogalmazzuk meg magunknak, hogy egyrészt értsük, hogy ez így működik. Értsük, hogy hatnak ránk a többiek, ahogy a többiek viselkednek, és valószínűleg pozitívan és negatívan is hathatnak ránk, de hogy felvesszük azt a csoport mintát, ahogy a többiek viselkednek körülöttünk, és ha már értem, akkor más döntést is tudok akkor hozni, amikor éppen helyzetben vagyok, és tudok úgy dönteni, hogy én beleállok és felelősséget vállalok. És ez lehet, hogy először csak egy gondolat, hogy én valamit szeretnék tenni, valamit jó lenne megcsinálni. Az első kis lépést, ahogy fogalmaztátok többen, nem a legnagyobbat, de legalább egy kicsi lépést. És ha én felelősséget vállalok, akkor persze lehet belőle mártír is, tehát talán jobb, hogyha azt csinálom, hogy elkezdek bevonni másokat, én magam szisztematikusan. Akár csak annyival, hogy mondjuk megkérdezem a másiktól, akivel erről soha addig nem beszéltem, hogy szerinted ez így rendben van-e? Vagy te mit gondolsz róla? És akkor még szerinted rendben van-e? Vagy ha félek, hogy akkor
meg tudom azt kérdezni a többiektől, hogy talán, vagy ha másik ember fél, hogy hány ember kellene ahhoz, hogy ne féljünk. És akkor össze tudunk-e szedni annyi embert, hogy elérjünk eredményt, ilyen kicsi lépéseket és kicsi eredményeket. Szóval valami ilyesmit próbálunk átadni ezeken a kurzusokon, és azért akartam ezt elmondani, mert azt remélem, hogy ez nektek is segítség, meg annak, azoknak, akik most hallgatnak, hogy ebben a helyzetben egyénileg mi a fenét lehetne csinálni. És lehet, hogy igen, megszólítani minimum másokat, partnerként beszélgetni, nem ítélkezve, kérdezni inkább, és nem megmondva, szóval valami ilyesmit. Van-e még valami, amiről ti úgy érzitek, hogy ti szívesen hozzátennétek, hogy mi az, amit lehet, vagy lehetne tenni, meg kellene tenni mindannyiunknak? Mert azért azt ne felejtsük szerintem, hogy ez mindannyiunk felelőssége is. Szilárd, kérdezhetlek téged, hogy... Igen, persze. Én azt gondolom, hogy amit elmondtatok, vagy amit megvégbeszéltünk, az adhat lökést természetesen, de ez az kell, hogy ezeket valaki megfogadja, és elkezdjen ezek szerint cselekedni, ezek szerint tevékenykedni. És ennek az egyik fontos módja az, hogy mondjuk ezt a beszélgetést minél többen megnézzék. Hogy hívjuk föl minél több embernek a figyelmét arra, hogy vannak ilyenfajta fórumok. Ahogy vannak különböző oktatási, oktatáspolitikai, meg szülői csoportok a közösségi média mindenfajta bugyraiban. És én azt gondolom, hogy ha mindenki személyesen egy-két embert át tud billenteni arra az oldalra, hogy elkezdjen legalább komolyan megfontolni azt, hogy ebben neki is tennivalója van, akkor a rendes ilyen multilevel marketing cégekhez hasonlóan, akkor elég nagy tömegeket lehet megmozdítani. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik fontos dolog az, hogy aki eddig ebben részt vett, az ne adja föl. De azt gondolom, hogy ez egy pozitív üzenet volt, amit Noémi is, meg Hanna is mondott korábban. A másik pedig az, hogy a tömeg, a klasszikus tömeghatás elérése érdekében az nem elég, hogy ők nem adják föl, hanem meg kell győzni másokat is arról, hogy ha eddig nem vettek ebbe részt, akkor ezután vegyenek ebbe részt, mert csak úgy van esély. Tehát, hogyha ez megáll ezen a szinten, ilyen létszámban, ahogy tetszik, és ahogy Hanna is mondta, ilyesfajta tevékenységekben merül ki, ami eddig jellemző volt, akkor az kevés lesz, az szinte biztos. De hogyha van egyrészt minőségi, másrészt mennyiségi ugrás, ha vannak újfajta tiltakozási módok, és vannak nagyobb tömegek, akik ebben hajlandók részt venni, akkor igenis azt gondolom, hogy ennek van esélye. Lehet, hogy nem 3 hónapon belül, lehet, hogy nem 1 éven belül, de van esélye. Én azt gondolom, hogy minél nagyobb tömeg aktivizálódik, nyilván annál rövidebb idő alatt lehet ebben eredményt elérni, de azért arra is fel kell készülni, hogy ez nem, hogy az eddigiek ismeretében ez nem lesz egy nagyon rövid játszma. Mert biztos vagyok benne, hogy a hatalom egy darabig továbbra is inkább azt a politikát folytatja, hogy nem vesz róla tudomást, egészen addig, ameddig muszáj tudomást vennie róla, mert már azt mérik a közvéleménykutatásai, amelyeket minden héten többször végeznek mindenfajta ügyekben, hogy elég nagy tömeget mozdít meg, és olyanokat is, akik eddig a támogatói voltak a jelenlegi hatalom politikájának. Ez a cél, tehát azokat az embereket átbillenteni, akiknek a segítségével ezt el lehet érni. Köszönöm. Hanna, van esetleg hozzátenni való még ehhez? Nem, azon nincs annyira, azt tenném még hozzá, hogy amit te is mondtál, és amit én is sajnos nagyon gondolok, hogy én nagyon, talán a legjobban a látszatintézkedéstől félek. Egyébként lehetszólag most se történik meg, tehát igazából meglepő, én azért azt gondoltam volna, hogy évvégén esetleg belöknek egy 5%-os vagy valahány százalékos béremelést, úgyhogy mindannyian tudjuk, hogy ez tényleg nem csak a bérekről szól,
úgy is tudjuk, hogy ez az 5-10% se lenne nyilván elég ahhoz a színvonalhoz, meg az infláció mellett, de én talán ettől félek a legjobban, mert ugye ez nem csak arról szól, hogy akkor béremelés, és akkor teljesítik az egyik követelést, hanem ez arról is szól, hogy akkor ezzel kommunikálják, hogy de hát, hogy ők meghallgatják az embereket, hát lásd, és akkor itt van a példa. Egyébként lehet, hogy a gazdasági válság miatt nem történik meg ezen a ponton béremelés, bár már megtennék azért, hogy lecsitítassák az embereket, de ez nyilván már a politikai stratégia kérdése, de ezen túl nem tudom, hogy más nem fűznék hozzá. Köszönöm. Noémi, esetleg van? Hát talán azon dolgozni, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy ez pártpreferenciától független történet, hogy ez mindannyiunknak a közös ügye, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó, hogy ezt világossá tenni, hogy itt nem ilyen oldal, olyan oldal áll egymással szemben, hanem mindannyian ugyanazon az oldalon állunk. És hogy lehet, hogy még ezen kellene így egy picit dolgozni, hogy ez még világosabb legyen mindenki számára, hogy ez tényleg közügy, mindannyiunknak a közös ügye. Igen. Ezzel kapcsolatban egyébként megjelent Bolyár Gábornak egy írása, pontosabban vele egy interjú a mai Forbes online-on, és azt javaslom mindenki figyelmébe, hogy mennyire közös ügyünk, azt hiszem elég jól kifejti ez Gábor, de hogy közös ügy, és hogy emellett nem mehetünk el, és a mi felelősségünk is. Nem másoké, hanem a mi felelősségünk is az, ami történik. Vali, van-e esetleg hozzáfűzni valód, záró gondolatod? Hát nem nagyon tudok. Köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy azt a segítő szándékot, amit itt különböző szakemberek, illetve különböző résztvevők ehhez az ügyhöz hozzátennének. Szerintem ez is egy nagyon fontos jelzés arra, hogy van azért egy olyan közös gondolkodás, ami talán mégiscsak átbillent majd egy határon bennünket. Én azt gondolom, hogy ilyen módon, ahogyan eddig zajlottak az események túlságosan hosszú ideig, pontosan a dolog természeténél fogva, mármint, hogy iskolát játszunk, és hogy gyerekeket tanítunk, ez nem mehet tovább. Tehát, hogy itt valami új módszereket kell találnunk, ebben teljesen biztos vagyok. Nyilván nem szeretné senki, aki elkötelezett a közoktatás ügyének változásai mentén, nem szeretné senki feladni azt, ami most történik, de hogy ezzel a módszertannal hosszú ideig nem tudunk élni, abban én teljesen biztos vagyok, mert a gyerekeknek órák kellenek, közeledik az érettségi, jönnek a felvételik, tehát hogy ezt a fajta sztrájkolós, polgári engedetlenkedős folyamatot hosszú távon nem fogják a tanárok csinálni. Ennél ez is egy bonyodalom ebben a történetben, vagy ez is a bonyolultságát okozza. Meg kell találnunk igen azokat a megszólási formákat, más formákat, amelyek mégiscsak eljutatják minél nagyobb embercsoportokhoz a hangunkat, és meg kell próbálni hitelesen elmondanunk azt, hogy nagyon komoly problémák vannak, és a nagyon komoly problémák azok nem a pedagógus fizetésekkel kezdődnek, hanem azok egy elemét képezik ennek a problémát. És azzal én pedig mélységesen egyetértek, hogy ez viszont nem csak a ti dolgotok, mert nem csak a ti ügyetek, hanem hogy a milyenki is, mindannyiunké. És azért örülök annak, hogy létrejött például ilyen Szülők a közoktatásért Facebook csoport, mert akkor a szülők is tudnak talán jobban összefogni, tudnak talán stratégiákat kitalálni, apróbb lépéseket tenni, kis célokat, szigeteket építeni, és majd ezeket összeérinteni. És elnézést kérek azok, köszönöm nektek ezeket a gondolatokat, remélem, hogy kaptatok ti is mindannyian valamilyen kapaszkodót arra, hogy mi a fenét lehet csinálni, nem másnak, hanem nekünk. És elnézést kérek azoktól, hogyha, szóval mi itt azzal próbáltunk foglalkozni, amire hatásunk van, és amit tudunk csinálni, és azzal meg nem kevésbé akartam foglalkozni, és ne haragudjatok érte, amire nincs hatásunk, mert nincs itt, nem akarja, nem hallgat meg. Arról biztosan sokat tudnánk beszélgetni, de attól nem mennénk előre. Úgyhogy azért gondoltam, hogy így kerekítsük a beszélgetést.
Úgyhogy köszönöm a gondolataitokat, amiket ehhez hozzátettetek, és szeretném megismételni, hogy ha van olyan pedagógus ismerősötök, akinek jól jönne a lelki segítség, akkor javasoljátok neki a hősöktere.org-ot. Itt jelentkezhet a Jár az 5-ös programunkra, amelyben, ahogy mondtam, ingyen coachingot biztosítunk minden pedagógusnak, vagy egyénileg, vagy csoportosan, országszerte a FLO alapítvánnyal összefogva. Mi ezt adhatjuk a megbecsülésük jeleként is, meg, mint ahogy most megértettem, ez annál talán fontosabb is. És most arra kérlek téged, titeket, hogy az ünnepek alatt gondoljátok végig, hogy ti mit tehettek meg a gyerekekért, a pedagógusokért és az oktatás jövőjéért, és egyébként ez a saját jövőnk is, úgyhogy azért is. És ha végig gondoltátok, akkor cselekedjetek is, és ne várjátok meg, hogy más kezdje el. Oktatás témában egyébként mindenképpen ajánlom nektek a Holzer Péter által kitalált és vezetett 28. óra podcastet a G7 csatornáján. A legutóbbi adás vendége volt Orbán Krisztián, az Oriens partnere, közíró, aki azzal foglalta össze a lényeget, hogy az fog megtörténni, amiért megharcolunk, amikor nem azt várjuk, hogy valaki megteszi helyettünk. Én ezzel szeretnék kívánni építő, feltöltő ünnepet is, olyan 2023-at, mint amilyet magatoknak szeretnétek. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, a beszélgető társaimnak pedig az értékes gondolatokat, javaslatokat. Jó éjszakát!